Sziasztok, Bűvi vagyok, és arra gondoltam, hogy ebben a videóban is hozok nektek egy friss olvasási élményt. Nagyon jó egyébként, amikor sikerül úgy levideózni a könyveket, hogy végzek az olvasással, és majd, hogy nem egy héten belül sikerül belőle egy videót forgatni, hiszen akkor még annyira bennem vannak azok az érzések, azok az élmények, és pontosan ezért csináljuk egyébként az olvasónaplót is, ahol aztán meg végképp ki tudom vagy dühöngeni magam, vagy ájuldozni egy adott történetről. Ma is hoztam nektek egy könyvet, amit a 21. század kiadótól kaptunk el olvasásra, amit ezúton is köszönünk nekik szépen. A könyvet én választottam, többek között azért, mert hát nagyon sokan olvasták, és nagyon sokan úgy voltak vele, hogy hú, nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon-nagyon krimi. Na most a könyv az jó, és nem krimi, illetve vannak benne olyan szálak, de én, akiről tudjátok, hogy kriminológiailag analfabéta vagyok, én teljes mértékben már az úgymond az elején rájöttem arra, hogy itt mi lesz a csavar. Valószínűleg azért, mert a főszereplő helyébe voltam a középiskolába, de ebben most nem menjünk bele. A könyv az nem más, mint a 13 perc, amit már mondom, elég sokan olvastatok, és nagyon sokan szerettetek is. Maga a történet nálam igen sok régi sebet szakított fel, mert konkrétan, mondom, én abszolút a főszereplő helyébe voltam, természetesen nem füveztem annyit, nem ebben az értelemben gondolom én ezt, hogy hasonló voltam a főszereplőhöz. Az egész cselekmény visszarepít téged a középiskolába, ahol úgynevezett kasztok vannak, tehát egy kasztrendszer van. Tehát amikor kimész a szünetbe, akkor vannak a csini lányok, a menő lányok, a tudor-dudorok, és vagyunk mi, akik oda sem, meg oda sem, hanem ha valahol a kettő között egy ilyen összemixelt verzióba tartozhatnánk, és ez szerintem így utólag belegondolva nem feltétlenül rossz, de azért akkor ott a középiskolában ezt nem így éljük meg. Na most itt ugyanez van, mind a mellett, hogy itt a kasztok, hát úgymond vetekednek egymással, természetesen történik egy majdnem haláleset, hiszen itt nem lövöm le, nem spoilerezem el, hogy az egyik főszereplőnk 13 percig halott. Na már most, ő a menő kasztba tartozik, és fogalma sincs arról, hogy ki és miért akarja megölni. Azt az elején kizárják, hogy öngyilkos lett volna, ami egyébként szerintem nem volt logikus, mert én egész sokáig azt hittem, hogy öngyilkos akart lenni, de ezt már egészen a legelején lelövik, hogy természetesen ezt kizárjuk, sőt, itt én nem akartam öngyilkos lenni, tehát már itt a fülszövegben is benne van, hogy nem spoilerezem el. Ugye tudni kell azt, hogy amikor kisgyerekek vagyunk, azok a barátságok később, ugye, mivel elkezdünk ilyen csoportokba osztódni, akkor ott vannak olyan barátságok, amik szétszakadnak. Na most miután ez a baleset megtörténik, akkor hát barátságok újraélednek, ami szerintem fantasztikus, és igazán jó volt olvasni arról, hogy ilyen létezhet, és elkezdenek nyomozni a szereplők olyan tekintetben, hogy mi történhetett, hogy kerülhetett oda a fagyos vízbe, és miért volt 13 percig halott. Ami kifejezetten szuper volt a könyvben, az, hogy maga, tehát két főszereplőnk van, ugye a menő csajszi az egyik, a másik pedig az átlagos csajszi, és az egyiknek a pszichológusa által kiírt naplójának levezetését lehet olvasni, a másik pedig, amikor elmegy a pszichológushoz, illetve mindkettő, azt hiszem mindkét főszereplőnek, amikor a pszichológusnál vannak, hiszen ugyanaz a pszichológushoz járnak, akkor az ott felvezetett jegyzőkönyvet is lehet olvasni a könyvben, ami szerintem fantasztikus, és mindemellett lehet SMS-ezéseket is olvasni, ami meg kell mondjam, hogy szerintem teljesen izgivé teszi a történetet, tehát hogy így olvasod a kemény szöveget, és akkor egyszer csak jön egy ilyen csurgatott kis információ, és így a legelején azt mondod, hogy úristen, bakker, hát már ott van a megoldás, és akkor jön az írónő egy következő ilyen SMS-ezéssel, amikor belekerül még egy szereplő, és amikor már teljes mértékben biztos vagy benne, hogy megfejtetted a történetet, mint ahogy én azt a videó elején elmondtam, hogy én már akkor tudtam, hogy mi történt, akkor azt a főszereplőt
hát eltüntetik, kinyírják. És akkor ott vagy, hogy sakmat, fogalmad nincs, hogy most akkor mi van, ellenben vannak megérzéseid. Így a sztorit illetően, hogy itt bizony valami, ha már őt eltüntették, akkor már valami nagy csavar lehet, és szerintem ez volt az, amikor nekem így átkattant az információs kerekem, és azt mondhattam, hogy na most vagyok benne biztos, hogy tudom azt, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Szóval igazán izgalmas volt, furfangos volt, hogy úgy mondjam. A történetről így ennyit szerettem volna mondani, amit még meg kell említeni, az a borító, ami szerintem fantasztikus, és már a legelején tudod, hogy mire utal, de talán a végén érted meg a legjobban, az utolsó pár oldalnál, ami aztán tényleg viszi az egészet, és mind a mellett, hogy ugye ez egy ifjúsági krimi, mert én inkább így definiálnám. Természetesen idősebbek, vagy velem egykorúak, mert természetesen mi még nagyon fiatalok vagyunk, is elolvashatják, viszont fiataloknak is egy szuper időtöltés lehet, úgyhogy nekik is mindenképpen azt mondom, hogy vegyék kézbe. Szóval úgy gondolom, hogy kortól függetlenül mindenki megtalálja benne azokat a pontokat, amiket fog élvezni. A borító az nálam 5/5. A történet az 5/4 vagy 4,5. A karakterek pontosan olyan sablonosak és olyan kiforratlanok, mint ahogy a középiskolai tizenévesek, tehát szerintem teljesen élethűen adta vissza az írónő. Remélem felkeltette az érdeklődésedet. Bárkinek bármilyen élménye van így a könyvvel kapcsolatban, azt ne felejts el velünk az infoboxban, nem, az infobox alatti vélemény rublikákban megosztani. Természetesen nem tudom, mit akartam mondani, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok még feliratkozva a csatornára, akkor tegyétek meg. Ezen kívül pedig hamarosan érkezem majd egy valamilyen projekttel, úgyhogy olvassatok sokat, olvassatok idegen nyelven, és hamarosan találkozunk. Sziasztok! 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 Sziasztok!